Speciális osztályfőnöki óra úgynevezett esélyóra keretében játékos foglalkozások segítségével hívták fel a középiskolás tanulók figyelmét az akadálymentesítés ügyének jelentőségére a belvárosi Első István Középiskola Hunyadi Mátyás tagintézményében. A diákok megismerkedhettek például a kerekesszék használatával, a vakvezető kutyák feladataival, a siketek jelnyelvével és a bréírással. Az Esélyek Háza fogyatékkal élő szervezetek vezetőjére építve szervez immáron 7. éve hasonló programokat havi rendszerességgel, melyek az iskoláskorú évfiatalokat célozzák, hogy a diákok fogékonyabbak és befogadóbbak legyenek a fogyatékkal élőkkel szemben. Látjuk, hogy az elmúlt 7 évben mekkora fejlődésen ment át Fehérvár fiatalságon, nagyon sok iskolában, nagyon sok csoportban, illetve nagyon-nagyon sok közösségi programon találkozhatta ezekkel a fiatalokkal, akikkel ezt a programot szervezzük.